88. nap kicsit sikerült elaludni. Ködös, esős, dohos. Rossz idő van odakint, úgyhogy a mai napon nem fogunk sehova sem menni, amúgy is rendeznünk kell a bázison egy kicsit, ugyanis tegnapi napon ugye szereztünk egy csomó piát, azokat például ki kellene pakolni, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni. Illetve újra kellene tölteni magunkat lőszerű ügyileg, kellene gyártanunk molotov koktélokat, úgyhogy ezeket fogjuk csinálni, úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót, menjünk ki, és akkor ezt a rengeteg üveg bourbont, ezt dobjuk bele a hátizsákunkba, illetve az anyós ülésen szerintem maradt még valamennyi pia, azokat mindjárt megpróbálom magamhoz venni, és akkor azokat is vigyük befelé, utána nézzünk valami reggelit, mert eléggé éhesek vagyunk, van még itt 3 bourbon, 6 fehérbor, meg üres palack, illetve elegendő molotov koktél. Molotov koktélünk lesz, és szerintem rongy fog kelleni talán a molotov koktél gyártásához, mert mindjárt megnézzük, mert mondjuk ezek lepedőkötelek, ha jól látom itt a földön, igen, lepedőkötél, viszont van itt 5 darab koszos rongy, ezt lehet, hogy elviszem magammal, és az azt jelenti, hogy ez abból például 5 molotov koktélt lehetne készíteni, és ha már erre járunk, akkor ezeket a kajákat magunkhoz kellene venni, ugyanúgy. Hú, van itt még rongy a csomagtartóba, ezt is mindjárt akkor kivesszük, és akkor csapunk egy reggelit, csak menjünk be fedett helyre, hogy ne az esőbe mászkáljunk, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni, hogy például megeszem ezt a gabonát, meg van itt mindenféle dolog, ami nyomja az inventorinkat, például chili konzerv, vegyünk egy chili konzervet, mit szóltok? Ezt is fogjuk tenni, bepattintjuk ezt a chili konzervet, a maradék kaját meg kirakom ide a ládába. Ez valamennyi kaját sikerült így felhalmozni az utóbbi napokban, nem olyan sokat, de azért legalább valamennyi tartalékkal rendelkezünk, mert hordozható kaja azért mindig problémás, igaz, hogy tele vagyunk krumplival odafent, azzal még azért elleszünk egy darabig, és wow, ez a sikítás az elég ijesztő volt, hallottátok? Valaki sikítozik a háttérbe. A zombikat nagyon már nem fog bevonzani ez a sikítás szerintem, mert kiirtottuk a félvárost, de ezek az ilyen random eventek eléggé parák. Jó, az inventoring tiszta van, itt még üres konzerves doboz, ugye amit előbb elfogyasztottunk, a konzerv az hátrahagyott egy kis szemetet, de azt bedobjuk ide a kukába, és akkor a következő dolog az az lenne, hogy van nálunk 6 darab rongy, megpróbálunk elkészíteni 6 darab molotov koktélt, remélem rongy kell hozzá, nem pedig valami más dolog, úgyhogy kéne 6 bourbon, sikerült 7-et kivenni, nem baj, egyet visszarakunk gyorsan, és a leraktam a földre, de ügyes vagyok. Szóval ez a bourbon megy be a ládába. És tudunk egy olyat csinálni, hogy molotov koktél készítése 18 darab. Az hogy? Hogy tudunk 18 darabot? Bebagolt az inventory, azt hiszi, hogy közel vagyok még. Molotov koktél készít. Na azért mondom, 6 darabot elkészítünk rongyok segítségével, és 6 darabbal igazából el vagyunk egyenlőre, úgyhogy végpörgetjük a kraftolást, utána ezeket a molikat be is rakjuk a csomagtartóba. Leghasznosabb zombi terminátor fegyver részen áll, nyilván esőben nem a legszerencsésebb alkalmazni, talán ez a kriptonitja ennek a dolognak, hogyha elkezd esni az eső, akkor nem olyan egyszerű a történet, mindenesetre ezt a halott molit kidobjuk, és hány tára van most összesen, akkor 10, de van egy tára fegyverbe és az M4-esbe. Most lehet belehallottam valamit az esőbe, de olyan, mintha harcot hallottam volna kint, mindjárt előveszem a fegyvert, utána kinézek ide a kapunak a túloldalára, hogy mi lehetett ez a hang. De szerintem csak az eső volt ilyen érdekes. Elég nagy a csend szerencsére. Hát jól van, menjünk vissza, és akkor ha már elővettük a fegyvert, akkor csinálunk egy olyat, hogy kivesszük a tárunkat, és akkor elvileg 10 tár itt fog elhelyezkedni a mellényünkbe, és ahhoz kellene nekünk 235 darab lőszer, illetve kevesebb, meg a pisztolyból is ki kellene menni a tárat. Akkor ezeket gyorsan újra tárazzuk, csak menjünk be fedél alá. Ne a szakadó esőbe, csináljuk már meg ezt a dolgot. Akkor kezdhetünk is tárazni. Nem lehet így ezt az egész tekket megcsinálni? Nekem egyesével az összeset tárazni. Ja, de így szépen halad sorba. Jó. Mindig a soron következő tárat kiírja nekünk, hogy mennyit kell bele helyezni. Úgyhogy ezeket gyorsan átpörgetjük, bele fog telni egy kis időbe, de bele tudunk pörgetni, úgyhogy egy fokkal gyorsabban kész leszünk. És elméletileg van 10 teli tárunk. Mindjárt végignézzük gyorsan, az összesen végigviszem az egeret, hát nem sikerült. Itt van egy 16
per 30-as, de mindjárt korrigáljuk, 26 per 3, 18 per 30, ezeket azonnal felpótoljuk. És ha minden igaz, itt az utolsó hiányos tár, ez 28 per 30-an van. El is folyott a lőszerünk, jó sokat felhasználtunk. Ajjaj, túlságosan elszabadultunk itt a lövöldözéssel. Van még tár ebbe a fegyverbe, vagy kivettük? Mindenesetre 10 darab M16-os táramat kirakom, és akkor azon kívül van kettő pisztoly tárunk. Abba kéne 9 milliset varázsolni, mindjárt nézzünk, valami 9 milliset. Félek, hogy 9 millisből se olyan sok van. Ja, van itt 3 doboz 9 milli. Egy ilyen dobozban 50 van, vagy mennyi? Nyissuk csak ki gyorsan. Ja, 50 volt benne, akkor azt a két tárat azt telenyomhatjuk gyorsan. És akkor elméletileg... Ja, kész vagyunk mindennel. Pisztolyba pattintsuk bele a tárat. Illetve az M4-be is pattintunk egy tárat. Csak majdnem van 10 teli tárunk az M4-eshez is. Van egy Socom Suppressor az M9, vagy mi ez, CZ? Ez nem jó, ami nekem van. És itt nézem, felszerelhető, egy csomó mindenre. Tétel felszedés. Illetve van puskára való hangtompítónk is. Félek, hogy nem tudjuk felrakni. Közben nem tudom, ez hogy került ide, itt van egy hatalmas nagy üveg juharszirup, aztán benyomom akkor, ha már így megtaláltam. Ennyivel is jobban fogjuk érezni magunkat. Egy degeszre ettik magunkat. És akkor az M4-es így rendben van, akkor nézzük csak meg. Ja, benne van a tár. Itt ezt a két kiegészítőt visszarakom, két hangtompítót sajnos nem tudom alkalmazni. Kicsit csalódott vagyok így a mod terén, olyan szempontból, hogy tök király lett volna találunk egy csomó fegyver kiegészítőt. De nem nagyon spawnoltak azért. Voltunk összesen kettő rendőrségen, egy katonai boltba, illetve betörtünk egy katonai támaszpontra, és nem találtunk semmilyen fegyverkiegészítőt kb. Igazak tök jók lettek volna. Na mindegy, az M4-esünk készen áll, én azt behajtogatom ide a járgányba. És akkor hogy állunk súlyileg? 10,31-en vagyunk. El kellene szaladni a tavi bázishoz, megnézni, hogy hogy állunk a kajákkal. Itt az eső is elállt szerencsére. Gyors, szétnézzünk idekint, meg ezt a macsétát felrakjuk a hátunkra. Mehet fel a hátra, és akkor így van közelharci fegyverünk. És akkor a kék csodajárgánnyal pedig átgurulunk, megnézzük, hogy mi a helyzet a tavi bázisnál. Ja, itt pedig kinyírtam az aksit szerintem. Vagy valami baj van. Hát ez szuper. Hát kellene autót szerezni most már lassan. De miért nem indul be a motor? Tök jól van az akkumulátor is. Benzines tank 31-en van. Nem tudom, miért nem indul ez az autó. Ja, itt van, hogyha rámegyünk az aksira, akkor 0%-a megmaradt. Aha, de ezt lehet be tudom bikázni a tűzoltó járgányból. Mondjuk ez az aksis áll sokkal jobban szerintem. Igen, amikor megtanulták a bázist, akkor úgy maradt a világítás, hogy a kék járgánynál. És igen, ez fullon van. Tudunk bikázni? El tudjuk nevezni, jármű veszás, jármű mechanika. Ez az ugyanaz, amit előbb csináltam szerintem. Ja, valahogy tuti lehet bikázni. Nem hiszem el, hogy ebben a játékban lehet bikázni. Most meg ez a járgány nem indul. De ez a járgány indulni fog, csak legény már nagyon viseletes. Azért mennyi zombi szárad ennek a járgánynak a lelkén? Az összes. De nézzük, tudunk-e valamit kezdeni. Szévédőt be tudom törni, az sokat segítene. Zombit hallok? Becsukom inkább azt a kaput, mert paranoiás vagyok, mióta szétverték ezt a bázist. Elég vicces lenne úgy meghalni, hogy szerelem a kocsit és valaki rámuglik hátulról. Megharap. Na nézzük, tudok-e olyat? Tudnék javítani. De az nincs elég képességem. Úgyhogy ezzel nem tudok mit csinálni. Közben kicsit olvasgattam és elméletileg kéne lenni ilyen akkumulátor töltő készletnek, aminek segítségével például az agregátorról fel tudnánk tölteni az aksit. De nekem nem rémlik, hogy találkoztam volna ilyen dologgal sajnos. Úgyhogy attól tartok. Marad így egyenlőre ez a járgány. Táv detonátorom van, távirányító motoralkat részek. Ilyen akutöltővel kapcsolatos dolgaim nincsenek egyenlőre. Esetleg még benéztek a kesztyűtartóba, hát van valami hasznos dolog, de szerintem nincs itt semmi. Na mindegy, ne húzzuk ezzel az időt, szálljunk be a szürke járgányunkba, szerintem még talán egész jó állapotban van, de most már ezek után én már nem hiszek semminek és senkinek. Nézzük meg, inkább az a biztos. Motor 43%-on van, jó, itt rendben van minden elméletileg. Ez a járgány, ez így rendben van. Nem tudom, hogy van-e itt valamilyen autószerelő üzlet esetleg, mert akkor oda átgurulhatnánk, megnézhetnénk, hogy hát ha tudnánk valami
aksis cuccot szerezni. A zombiktól már úgysak kell annyira tartani. Mondjuk még mindig vannak, de lehet, hogy azt is megnézzük. Mondjuk 17 óra 00 van, nem? Hiszem, hogy mindent is meg tudunk járni egyszerre, mert azért telik az idő. Ugye a nap már azért hamarabb megy le, így hogy október 4-e van a játékban. Nézzük meg a tavi bázist első körön, az a biztos. Ott van megint ez a lounge, ezt a királyul néz ki, beleállítva abba a zombiba. Jó lenne túlélőket találni, mert eléggé bagágyos vagyok most már. És ilyen autószerelő dolgokat egyébként lehet, hogy ezekben a raktárakban tudnánk szerezni. De tuti van kifejezetten ilyen autójavító műhely. Ezt majd egyszer megcsekkoljuk. Hol vagyok? Jó helyen jövök? Várjatok, már nem is jó helyen jövök. Nem, tök rossz helyen jöttem, itt le kell mennem. Egyébként ezt a részt lehet, hogy nem is kell olyan megtisztítani. Vannak ilyen szép kétemeletes nagy házak. Amúgy, hogyha valaki ilyen több házat akar egyszerre, ezt a részt is be lehetne építeni, mert ott van ilyen magas fakerítés, ami véd a zombik ellen. És egy tök jó ötlet lehet, mondjuk lekerít az ember magának egy ilyen hat házat, toboroz túlélőket, és akkor ott élik az életüket. Mindaddig, amíg ki nem nyírják őket, mint az enyémet. Ugye, elég egy zombi támadás, akkor mindennek vége, amit azelőtt összegyűjtött az ember. És itt van a bejárónk, úgyhogy forduljunk rá a földútra, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a növényeinkkel, remélhetőleg rendben vannak, és nem rohadtak szét. Mondjuk esett az eső is mostanában, igaz, hogy egyáltalán nem gondoztuk őket. Ugye a farmerünket elvesztettük, akit ide raktam farmerkodni. Cameron tiszteletbeli kertészünket megették a zombik. Körülbelül egy másodpercet vett részt a maldrói hordák megtisztításában, aztán megették. Nem kellett volna elvinnem, maradt volna a farmerkedésnél szerencsétlen. És közben itt vagyunk, megérkeztünk? Ja, itt vagyunk, igen. Na nézzük, hogy állnak a növények. Hoppá, ezt nézzétek. Burjánzanak szabályszerűen, és szerintem tönkrementek azok a káposzták, az eléggé szomorú. Mindjárt irányba állítanánk a járgányt, hogyha nem akadna fel állandóan. Inkább kitolatok. Na nézzük, hogy állnak a növényeink. Kicsit siralmasan, ahogy nézem. Nekem is itt a káposztának annyi. Nem már beteg lett ez a káposztá? Ti hogy álltok? Hoppá, micsoda szaros hangok. Na, krumpli növekszik. Egészsége virágzik, betegsége nincsen. Megfelelően van öntözve. Ennyire a krumplit nem tudom elvinni. Mi a helyzet? Visszamaradott rohadt káposzta. Lehet, hogy a káposzta hamarabb kész van. Betakarítás, igen, a káposzta az már kész van. Sajnos lemaradtam a többiről. Aj, tönkre mentek ezek a káposzták, és így csak 9 darab kráp káposztánk van, ez olyan szomorú. Ti mik vagytok? Paradicsom. Ugye paradicsommal sem tudok mit kezdeni. És szerintem a brokkolival se. Egyidől a káposzta van kész, ahogy nézem. Úgy néz ki, hogy a káposztánk nem valami sok idő kell, illetve itt is van valami cékla, mi vagy? Retek? Na vigyük csak el a retket. Kell nekünk kaja. Illetve jó lenne ültetni még többet, csak szerintem elvittem a... Illetve nem is, várjál, mert lehet kipakoltam a kertész cuccainkat. Tehát retek meg káposzta kell, amit kell újra ültetni, és talán beraktam ide mindent. Aj! Nem raktam be ide mindent. Sajnos ott maradtak a magvak a kék furgonunkba. És most nem tudom, hogy például magot tudok-e kinyerni valahogy ezekből. Vagy külön kell találnom mindig magvakat. Nem mindig, kóstoljuk meg a káposztát. Mennyi éjséget csillapít? 24-et, azt nézzétek, ez nagyon jó. A retek meg 3-at, ez nagyon rossz. Craft helperrel mit tudunk csinálni? Üveges retek készítése. És akkor a, mivel vagyunk előrébb, ha csinálunk üveges retket. Nem tudom, de ez a káposzta nagyon jól esett. Itt a kis bázisunk, sajnos elhagyatottan egyenlőre. De majd még talán egyszer felvirágoztatjuk ezt a részt is. A többi növényen nem nagyon tudok mit csinálni, úgyhogy menjünk tovább. Lehet kicsit furikázunk a városban, próbálunk nézni valamilyen autószerelő műhelyt, és akkor kellene nekünk akkumulátor töltő. Szétnézünk, hát hogyha lenne valahol. Benzinkúton is lehet találni egyébként, elméletileg. Vagy legalábbis tartalékaksit lehet találni, de lehet töltőt is, majd megnézzük. Hát ha lenne valami, most egyenlőre vissza kellene lavírozni. És szerintem egyre jobban növi be ezeket az ösvényeket, a fák. Mert mintha minden alkalommal jobban szenvednék, hogy be akarok állni ide. Itt van egy zombi a legrosszabb helyen. Hoppá, hogy kerültetek ide?
Itt egy csomó zombi, még ezt nézzétek. Előkerültek itt, bújdostak az erdőbe. Jöttetek volna akkor, amikor molotov koktélokat dobálgattam szirénázás közben. Na nézzük, áthajtunk itt a kertvároson, aztán hát ha lenne valami javító műhely. Vagy ha benézek ilyen garázsokba, vannak itt ilyen garázsok. Hát ha lenne valami a garázsba. Vagy nincs garázs ezen a részen. Ja, nincs, csak úgy oda át, ilyen beálló van. Tudod, van olyan ház, ahol van garázs. Itt ez ilyen gazdag negyednek tűnik, nézzük meg ezt a részt. Talán van saját garázsa egy-két háznak. Na nézzük, ezek a jó nagy két emeletes házaknál van esetleg saját garázs, de szerintem nincsen. Itt van ez a rózsaszín járgány, ezt kiszemeltem magamnak korábban. Meg szerintem ez lehet egy bandita házikó, állítsuk csak le a motort. Hányan vagytok zombik? Három? Ez a három zombival állnak, utána benézek oda, mert be van deszkázva az ablak. És úgy nézem, a harmadik zombi az eliszkolt, vegyük elő a fegyverünket, és akkor nézzünk be ide, hogy itt mi a helyzet. Talán tiszta a terem. Lehet régebben voltam már, itt nem emlékszem már. Hello? Milyen kis puccos ház, ezt nézzétek. Semmi extra nem látok itt. Lehet az emeleten? Egy gyerekszoba. Fürdő, de igazából nincs semmi. Hát jól van. Megyünk tovább. Nézelődünk. Hopp, ott egy kisebb csipet csapat. El tudok hajtani mellettük? Szerintetek ez eléggé rosszul fest ez a kis tömörülés. Itt a, van egy ilyen piac épület, itt jó sokan vannak. Illetve ott van a gyógyszertárunk, amit már egyszer kilútoltunk. Úgy néz ki, hogy állandó a vendégsereg. A kertváros nagyjából nyugisnak tűnik egyébként. Erre nem nagyon jártam, hát hogyha beleakadnék egy túlélőbe. Banditákban annyira nem szeretnék. Hopp, ott is egy agyon deszkázott ház. Pedig kettő is. Három is. Itt lent mi a helyzet? Itt sem nagyon voltam. Elnézünk erre. Úgyis vissza tudok kanyarodni elvileg. De mi vagy? Ugye ez ilyen mosoda. Hirtelen nem tudtam, hogy ez milyen épületet takarna. Azért vannak itt még zombik. Elevétve. Itt van ilyen motel. És ez úgy nézem, ilyen konténerházakkal teli rész. Itt sem nagyon jártam még. Ott egy katana, azt nézzétek! Hú, ezt meg kéne szerezni, ezt a katanát. Várjátok. Hú, ez nagyon rossz ötlet. Ezt a katanát elviszem. Ajaj, ez lehet, hogy rossz ötlet volt. Gyerünk, katana! Rakd el! Nem sikerült elraknom, nem már! Áj, ez a katana kell nekem, a katana a legjobb fegyver a játékba. Hú, mennyi katonai zombi van itt, ezt nézzétek. Na, állítok, húzunk lefele egy adag zombit. Aztán megpróbálunk visszamenni azért a katanáért. Meg ennyiértek az autó is kéne. 22-re, nekem is a legjobb korított eszembe, hogy ez a katana kell nekem. Hello, szavaztok. Hú, de sokan vagytok. Szomorú, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Tudok? Ja, király, hátizsákba rakjunk már el egy kis kaját addig. Legyen nyugtunk. Szívjunk el egy cigarettát, mert itt stresszbe esik a karakterem. Na, megpróbáljuk még egyszer. Sokkal nem lett jobb a helyzet, ahogy nézem. De várjatok már, kihúztam a katonát? Nem, ott van benne. Ott van benne még mindig. Nem hiszem el. Kicsit kiabálunk, próbáljuk felfele húzni a zombikat. Molotov koktél pont most nincs nálam, pedig lehetne adni nekik azért most egy molit. Azt nézzétek, mennyien vannak! Nagyon kéne ide egy moli. Nagyon-nagyon. Hát itt még egyszer nem voltunk, ugye itt senki nem gondoskodott a zombi populációról. Elhozom őket fentre. Aztán próbálunk tenni egy hurkot, nem, nincs jobb ötletem. Én ügyesen, okosan a kocsimat ott hagyta katonáért. Na, jöttök még? Ja, még akad. Hát csináljunk egy olyat, hogy elmegyünk itt a házikó mögött. Kukucs. Igen. Elkerüljük a biztos urat. És beleakadunk egy még nagyobb zombi hordába, ez nem volt része a tervnek. Na akkor teszünk még egy kört. Csak össze fog jönni. Egyszer muszáj lesz. Hoppá! Ez a zombinek a lehelletét éreztem, annyira nem volt kellemes. Ott lihegett az arcomba. Én már sem tudom, hol az a autóm, de valahol itt van, ha visszamegyek. Előttem van még egy jó adag. Próbálok visszaosonkodni, hát annyira nem fog menni, mert túl sok a zombi. Azt nézzétek, mekkora mennyiség van. Nem tudom, hogy hol az autóm. Itt hagytam ez az épület előtt. Ez milyen épület egyáltalán, ez a kék színű. Ez elég menő néz ki. Ez a kék épület is be van deszkázva. Na, hányan vagytok? Jó, jönnek azért szép számmal. Jap.
Ez annyira nem jó. Egy motel. Egy motel. Nekünk a járgányunk meg itt van fent. Elvesztettem a járgányom, fiúk. Merre van? Ja, nem merek elnézni jobb kattintással. De szerintem itt van fent, inkább nem. Kisebb zombi csipet csapat, annyira nem kóser. Szerintem ide felfutok. És nem kellene olyan sokat futtam, nem akarok elfáradni. Valahol itt volt a járgányom, nem? Nem tudom. Nem tudom, hogy hol van. Csak mattat adtam magamnak. Ügyes vagyok. És közben fáradok is, nagyon király. Most vissza kellene jönni, csak úgy, hogy ne vegyenek észre, és akkor... De megijedtem. És akkor elvinni a kocsinkat, ha megtalálom. Csak itt a sötétben ez ennyire nem egyszerű task már. Valahol itt van, hát itt hajtottam le. Jött a nagyon okos ötletem, hogy nekem kell ez a katana, és itt kipattantam. Nem itt volt valahol. De ott vagyunk. Aha. És akkor mi most azt fogjuk csinálni, hogy elhúzunk innen. Ez nem jó. Nem jó. Gyerünk! Gyerünk! Ó, lámpa fel, adjatok! Szavaztok! Hú! És ilyen megharaptak, ugye a jobb első ablak be van törve, ahol ültem. Illetve rossz helyen is szálltam fel. Na menjünk innen, ez szörnyű volt. Szörnyű ötlet volt. Kis hiányat hagytuk a fogunkat. Rendben vagyok? Rendben vagyok. Hú, még el is kellett lökni a zombit ott az ablaktól. Menjünk vissza a biztonságba, itt nagyon már nem lesz zombi szerintem. Még itt pont a gyógyszertár fele lesznek elvileg. Itt előbb áthajtottam, itt rendben voltunk. Szerintem már valami túlélőt hallottam motoszkálni. Rég láttam túlélőket, nem tudom, hogy állnak szegények. Rajtam kívül van még valaki, aki életben van Maldróba. De aranyos, aki leültek oda pihenni, láttátok? Nézzétek, milyen tukik ezek a zombik. Ott pihiznek kerítés mentén. Lassan kimegyünk a veszélyzónából. Katanát nem sikerült elhozni, milyen jó lett volna pedig ez a katana. Kéne még valamit tenni, együnk káposztát. Jó, mindjárt ott vagyunk a bázisunknál. Jó, ez egy elég kellemetlen kör volt, de biztonságban hazaértünk. Felmászunk, begyújtunk, és akkor következő napon folytatjuk, jó éjszakát.